köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Tamásiban elfogadták a költségvetést, 5,7 milliárd forintból gazdálkodik a város. Lopni indultak végül, rablás lett belőle, a biztonsági őrre támadtak a tolvajok. Szemetet halmozott fel az udvarán, megkeseríti szomszédai életét a tolnamözsi férfi. Fontos a megelőzés, tavaly jelentősen emelkedett a szabadtéri tüzek száma. Tamásiban is elfogadták a 2023-as év költségvetését. Idén 5,7 milliárd forintból gazdálkodik a város. A település civil és sportszervezetei 12 millió forintos keretösszegből kaphatnak pályázataik után támogatást. A lakosság által befizetett 27 millió forint kommunális adót pedig járda és útépítésre fordítják. A tavalyi év egy nagyon nehéz év volt, de időben hozta meg a város azokat a takarékossági intézkedéseket, amik feltétlenül szükségesek voltak, fogalmazta meg Tamási város polgármestere. A Tolna megyei város 2023-ban 5,7 milliárd forintból gazdálkodik majd, ahogy a település vezető fogalmazott, óvatos optimizmusra ad okot Tamási jelenlegi költségvetése. Ennek a korábban meghozott takarékossági intézkedések, az energetikai fejlesztések és a helyi iparűzési adó vártnál kedvezőbb alakulása az oka. A tavalyi év megtanított minket arra, hogy bármi előfordulhat, tehát óvatosan fogunk költekezni. A beruházásra idén kevesebb jut. Igazából a lakosság által befizetett kommunális adót fogjuk járda és útépítésre fordítani, mint ahogy a korábbi években is. Ez egy 27 millió forintos összeg, és egy 30 millió forintos széltartalékot tettünk félre a korábbi évekhez hasonlóan, a pályázati önrészekhez, illetve a projektek olyan költségeihez, ami nem elszámolható, de feltétlenül szükséges a megvalósításhoz. A legfontosabb cél továbbra is az önkormányzat, az önkormányzati intézmények, a városüzemeltetés zavartalan működtetése és a kötelező feladatok ellátása. A város bejegyzett civil és sportszervezetei idén is pályázhatnak a működésükhöz önkormányzati támogatásra. Ugyanarra a támogatási összegre számíthatnak, mint az elmúlt évben. Nem csökkentettük, de az idei évben növelni sem tudjuk a keretet, viszont a meglévő mintegy 12 millió forintos összegre a civil szervezetek és a sportegyesületek számíthatnak, illetve pályázhatnak. A 2023-as a tervezés előkészítés éve lesz Tamási életében. Nem adott elsőbséget egy sofőr Dunaföldváron, ezért a szabályosan közlekedő másik autós belehajtott. A vétkes jármű megpördült és a hátuljával egy villanyoszlopnak csapódott. A balesetben a vezető könnyebben megsérült. Szekszárdon pedig a Széchenyi utcában történt koccanás. Egy autó nekiütközött az úttest jobb szélén parkoló kis teherjármű tükrének. Ott nem sérült meg senki. A gyermekek érdeke a legelső, meg kell védeni őket az oktatási intézményekben is, hangsúlyozta Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a csütörtöki sajtótájékoztatóján. A politikus emlékeztetett, hogy az utóbbi időben több pedofil ügy is nyilvánosságra került. Felhívta a figyelmet, hogy a Belügyminisztérium által működtetett integrált jogvédelmi szolgálat gyermekjogi képviselőinél segítséget kérhetnek az érintettek, amennyiben úgy gondolják, sérültek a jogaik, vagy szexuális visszaélés áldozataivá váltak. Az államtitkár mindenkit arra biztatott, ha ilyen üggyel találkozott, vegye igénybe a szolgálat segítségét. Lopni indultak végül, rablás lett belőle. Egy tolnai boltból akar termékeket magával vinni a két tolvaj. Csak hogy a biztonsági őrök ezt észrevették, és megpróbálták őket feltartóztatni, aminek dulakodás lett a vége. Mivel az elkövetők erőszakot alkalmaztak, így végül nem lopásért, hanem sokkal súlyosabb rablásért kellett bíróság elé állniuk. Egy bonyhádi üzletbe ment be a két tolvaj, előre megegyeztek, hogy a náluk lévő hátizsákokat telepakolják a lopott árukkal. Szépen haladtak a termékek, gyűltek is, csak hogy egyikőjüket észrevette a biztonsági őr, aki azonnal hívta a kollégáját. A szarkák ekkor dulakodni kezdtek a munkájukat végző szakemberekkel, ami közben egyikőjük arcát megkarmolták. Ez nagy hiba volt, ugyanis ez már így rablásnak minősül, amiért akár 8 év börtönbüntetés is adható. Végül ennél jóval enyhébb ítélet
ítélettel megúszták. Az elsőrendű vádlottat rablás büntettében, a másodrendű vádlottat pedig lopás vétségében találta a bíróság bűnösnek. Az elsőrendű vádlottat, akit súlyosabb bűncselekménnyel vádoltak, és ebben állapította meg a felelősségét, 3 év végrehajtandó börtönbüntetésre ítélte, és 3 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától is. A másodrendű vádlott 1 év fogházbüntetést kapott, amit 2 évre felfüggesztett a bíró. Az ítélet jogerős, mert azt a vádlottak és az ügyész is tudomásul vették. Egyre több az influenzás tünetekkel orvoshoz forduló beteg a rendelőkben, Tolnában is terjed a járvány. Mindezt a Nemzeti Népegészségügyi Központ légúti figyelőszolgálatának adatai is alátámasztják. Jelentésük szerint az elmúlt héten a főváros és Borsó-Dabó-Zemplén vármegye kivételével valamennyi közigazgatási területen nőtt a panaszosok száma a korábbi időszakhoz képest. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a megbetegedések leginkább a fiatalabb korosztályhoz tartozókat érintik. Óvodások, iskolások között van a legtöbb fertőzött. A tünetek a szokásosnak mondhatóak, levertség, láz, izomfájdalmak, fejfájás, kimerültség. A nehéz gazdasági helyzet ellenére a tavalyhoz hasonló keretösszeg 4,3 milliárd forint áll rendelkezésre a Nemzeti Tehetségprogramra idén, jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára csütörtökön. Hornung Ágnes kiemelte, a kormány hosszú ideje elkötelezett a tehetségek támogatása mellett. Az NTP 14 évvel ezelőtti indulása óta majdnem 19 ezer pályázatot támogattak, mintegy 33 milliárd forintból. Évente 300-350 ezer gyereket és fiatalt segítenek az óvodáskortól egészen a felnőtt korig. A program különlegessége, hogy a jelentős költségvetési támogatás mellett az adófizetők 1%-os felajánlásai adják a keretösszeg alapját. Megkeseríti szomszédai életét egy férfi Tolnamözsön. Rengeteg szemetet halmozott fel az udvarában. Ez a helyiek szerint nem csak tűzveszélyes, de a sok patkány miatt az egészségi állapotukat is kockáztatja. Az ügyről már a városházán is tudnak és intézkedtek is. 40 évet dolgoztam, és építettek egy gyönyörű lakást. Most ez a begyullad véletlenül. Lég az egész sor. Akkor az kitérítse meg én nekem. Házaikat féltik a Mözsi Széchenyi utcában lakók. Az egyik szomszéd ugyanis mániákusan halmozza a szemetet a saját udvarán. Képeinkkel jól látszik, hogy az egész területen 2 méter magasan áll a válogatatlan hulladék. A helyiek azt mondják, évekkel ezelőtt kezdte el ezeket hazahordani a tulajdonos, azóta pedig folyamatosan kérték, hogy szállítsa el, ő viszont semmit nem tett. Mostanra annyi a szemét, hogy az utcabeliek a biztonságukat érzik veszélyben, azt mondják, rengeteg a patkány. Csak akartam tartani, mert megeszik. Akkor patkány. Hát levette a kollégámnak, a macskának, ezt leharapta neki. De a macskának még az állát is. Nem lehet ezt a mai világban megcsinálni, ezt nem haragszom én erre a gyerekre, mert nekem is eszembe se. Tehát az ezt nem lehet megcsinálni, amit ő csinál. A polgármesteri hivatalban is tudnak a problémáról, a helyszínen is jártak már. Ők azt mondják, a szemetet csak akkor vihetnék el, ha az közterületen lenne, de mivel ebben az esetben a kerítésen belül van a rengeteg hulladék, a legtöbb, amit tenni tudnak, hogy az ügyet jelezték a Tolna vármegyei kormányhivatalnak. Nekik vannak olyan jogosítványaik, amelyekkel el lehet érni azt, és el is tudják érni azt, hogy a hulladék az udvarokról elkerüljön. Sajnos van ennek egy átfutási ideje. A hivatali ügyintézések, határidők és különböző fellebbezési jogok véget, ennek sajnos nem 1-2 hét, hanem több hónap az átfutási ideje. A notórius mözsi személygyűjtő ügye tehát jelenleg a kormányhivatal illetékes szakemberei előtt van. Arról, hogy vélhetően elszállítják-e és hogy mikor, ők döntenek majd. Csalók hívnak telefonon magánszemélyeket, és a jegybank nevében próbálják megszerezni az ügyfelek adatait, pénzét, figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank. A trükk, hogy a magánszemélyektől sürgős intézkedést kérnek, és például vírusírtó programot ajánlanak nekik az állítólagosan megtámadott bankszámlájuk elleni védekezéshez. Az MNB nevében telefonálók arról érdeklődnek, hogy az ügyfél indította utalás bankszámlájáról, mert csalás gyanúja merülhetett fel. Ha a hívott fél nem működik együtt, a csalók a bankszámla befagyasztásával fenyegetőznek.
Mint a jegybank közleménye ugyanakkor írja, ők nem végeznek közvetlenül lakossági vagy vállalati ügyfelek számára semmiféle kereskedelmi, banki elszámolási vagy adminisztrációs tevékenységet, így nem vesznek részt a banki utalásokban és nem kezdeményeznek telefonhívásokat. A NAV Tolna megyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai a pékségeket és pékáru üzleteket ellenőrzik jövő héten Tolna vármegyében. A revizorok vizsgálják a nyugtai számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. Vizsgálatokra elsősorban Szekszárdon, Dombóváron, Tolnán, Faddon, Pakson és Bátaszéken érdemes készülni. A megelőzés mellett fontos az egyéni felelősség. Balázs Gábor, a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője is előadást tartotta a közös agrárpolitikáról és a gazdálkodókat érintő tudnivalókról szóló szekszárdi szakmai fórumon. A tűzoltó dandártábornok szerint 2022-ben jelentősen emelkedett a szabadtéri tüzek száma a korábbi évhez képest. Tavaly összesen 221 alkalommal riasztották szabadtéri tűzhöz a Tolna vármegyei lánglovagokat. Ez csak nem 6%-os emelkedést jelentett a korábbi évhez képest, mondta el Balázs Gábor, a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője. A dandártábornok ezek megelőzésének fontosságáról tartott előadást a szekszárdi agrárfórumon. A június és augusztus között az aratási szezon a termények betakarításának időszaka, amely különösen veszélyeztetett ebből a szempontból. Ugye a tűzvédelem is olyan, hogy az emberek értékeinek, életének és anyagi javainak a megóvására szentelte az életét, és a feladat erről szól, és mi minden olyan fórumot, lehetőséget kihasználunk, ahol a megelőzésre fel tudjuk hívni a figyelmet. A katasztrófavédelmi igazgatósága a Tolna vármegyei tűzmegelőzési bizottsággal karöltve olyan programokat, előadásokat, bemutatókat tart, illetve már több kézikönyvet és kisfilmet is készítettek annak érdekében, hogy a lehető legtöbb hasznos információval szolgáljanak egyebek mellett a mezőgazdasági szakembereknek. Természetesen a gazdálkodóknak a felelőssége e tekintetben is hatalmas, hiszen minden ilyen eseményt megelőzően föl kell mérni azt, hogy milyen állapotban vannak a technikai eszközeink, és egyáltalán milyen lehetőségeink vannak a szabályos végrehajtásra. A szervezet az elmúlt évek statisztikáit figyelembe véve járásokra bontva vizsgálta a kritikus kockázati helyszíneket, továbbá külön tervet készített azok ellenőrzésével kapcsolatban a 2023-as évre. Regionális híreink következnek. Generációs ellentétek megoldása, integrációs szakértő-tréner előadása Pécsen. 8 új elektromos busz, van még lehetőség környezetkímélő járművekre pályázni. Ütős műsort adtak az Ütősök, 60 fiatal mutatta meg tehetségét Kaposváron. A rejtélyesnek tűnő Z-generációról beszélgettek szakemberek Pécsen. Többek között a generációs ellentétek megoldására keresték a választ, valamint arra is, miért érik el könnyebben a youtuberek a fiatalokat. A nem mindennapi előadásra a Matthias Corvinus kollégium szervezésében került sor. Miként kezelhetjük a generációs ellentéteket szülőként, nagyszülőként vagy tanárként? Hogyan nyissunk a fiatalok felé? Ehhez hasonló kérdésekre kaphatott választ az érdeklődő egy pécsi előadás során szakértők bevonásával. A mostani Z-generációval a 13-26 éves korosztállyal folytatott vizsgálatok eredményeit tárta a hallgatóság elé Berecki Enikő intergenerációs szakértőtréner. Nagyon nehéz megszólítani a munkáltatóknak, bevonzani őket a munkaerőpiacra, illetve akik az iskolapadban ülnek, a pedagógusok sem könnyen boldogulnak velük, nem beszélve a szülőkről, ugyanis éppen tinédzserkorban vannak a legfiatalabb tagjaik, amely életszakasz rendkívül sok kihívást jelenthet azok számára is, akik ebben vannak, és a szüleik számára is. Ugyanakkor nem szabad félni ezektől a generációs különbségektől, és attól sem, amik esetleg a gyermekünk életében az online térben zajlanak. Családtagként, szülőként, tanárként nem kell félnünk azoktól az online térben zajló kommunikációktól, videójátékoktól, vagy akár az influencerektől, amelyekkel, akikkel naponta több órát is eltölt a fiatal. Ilyenkor a közvetlen odafigyelő kommunikációra van szükség, mondta a tréner. Meg kell kérdezni az érintetteket, az Z-generáció tagjait, mivel töltik el azt a sok-sok órát, amikor nem látjuk az ő arcukat szemtől szemben, hanem éppen egy képernyőt bámulnak.
ők nagyon szívesen beszélnek erről, hogyha látják a felnőttek részéről, az idősebbek részéről a nyitottságot, és szívesen beszámolnak mindarról, ami számukra vonzó az online térben, ami meghatározó számukra. Berecki Enikő intergenerációs szakértő tréner, a Rejtélyes Z-generáció együttműködés a mai 10 és 20 évesekkel című könyv szerzője, valamint dr. Gold Ádám médiakutató, a PTE kommunikációs szakembere beszélgetett az igen aktuális témáról teltházas közönség előtt a Matthias Corvinus Kollégium pécsi képviseletének legutóbbi programján. Már decemberben megérkezett Pécsre az a 8 elektromos buszból álló flotta, amelyet a napokban ünnepélyesen is átadtak. Ez már a második ilyen kontingens, Pécs ugyanis 9 éve vágott bele az e-busz programba. A mostani járművek darabja 200 millió forint volt. Van még lehetőség további beszerzésre is, mondta stábunknak Kővár János, hiszen folytatódik a kormány által indított zöld busz program. Most épp a 4Y vonalán közlekedik az egyik új elektromos busz. A napokban hivatalosan is átadták a 8 környezetkímélő járművet Pécsen. Ez már a második ilyen kontingens, a Baranyai Vármegye székhely ugyanis 2014-ben határozta el először, hogy az elektromobilitás irányába fejleszti a közlekedését. 2 évvel később elindult az e-busz program, amit a kormány hirdetett meg. Éppen ezért 2018-ban el is indítottuk az első elektromos buszbeszerzést, akkor még kínai buszokat láttak legalkalmasabbnak a műszaki szakemberek, egyébként azóta is meg vannak elégedve a már beszerzett BYD buszokkal. Akkor 10 darab volt EU-s pályázatból beszerezve, 21-ben, ha jól emlékszem, vagy 20-ban jöttek meg ezek, és ezt követően pedig az állam által finanszírozott zöld busz program részeként várt lehetségessé a további buszok beszerzése. A mostani buszok darabja 200 millió forint volt. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium még 2021-ben jelentette be, hogy a kormány 50-80%-ra emelte a zöld busz program támogatási intenzitását, ami Pécs esetében azt jelentette, hogy az addigi 800 millió forintos támogatási összeget 1,2 milliárdra emelték fel. Ma már összesen 18 elektromos busz járja Pécs utcáit, ami azt jelenti, hogy a napi buszjáratok közel 20% a környezetkímélő. A zöld busz programban, amit a kormány szintén 2030-ig igyekszik fenntartani, Pécs városának van esélye még legalább még egyszer ennyit beszerezni, tehát még kb. 20-25 gépjárművet, de nem csak a zöld busz programból lehet majd beszerezni, hanem a helyreállítási alapból is, úgy tudom, hogy lesznek kiírva az EU-s helyreállítási alapból, olyan pályázatok, amiben szintén lehet majd elektromobilitásra pályázni. Ezek nem jelentek még meg, ezek a pályázatok. Reméljük, hogy ezeken is fogunk tudni forrásokhoz jutni, és ezek segítségével el tudunk jutni majd a teljes állomány lecseréléséig. Kővár János stábunknak elmondta, tervben van egy olyan lehetőség is, miszerint a Pécsi Egyetem és egy buszgyártó cég Tüskés réten hozna létre egy hidrogén meghajtású járműgyárat, ami tovább bővítené a környezetbarát közlekedés kiszélesítését. 9 intézményből közel 60 diák állt színpadra a Dobszerda regionális ütős találkozón. A kaposvári Liszt Ferenc zeneiskolában rendezett programon többféle hangszer is megszólalt. A szervezők célja nem a versenyzés volt, hanem az, hogy a növendékek kötetlenebb programon mutathassák be produkcióikat. A zenetanárok közös előadásával indult a Dobszerda, amelyen a régió fiatal ütősei mutatkozhattak be, köztük a kaposvári zeneiskola növendékei is. Én nagyon szeretem a marimbákon, mert sokféle hangja van, dobszerkózni is szoktam, bár azt sokkal kevesebbszer, ott inkább zenére, vagy amit a tanár fölad. A dob mellett számos hangszer tartozik az ütősök körébe, így könnyű kedvencet találni köztük, mondják a diákok. Nekem a marimba, mivel annak van szerintem a legszebb hangja. A regionális ütős találkozó résztvevői kamara és szóló produkciókkal készültek. Van, aki már 6-7 éve tanul ütős hangszeren játszani, más még csak nemrég kezdte. A pedagógusok mindenki számára igyekeznek megteremteni a lehetőséget, hogy színpadra álljanak.
Ez a gyerekeknek a képességétől is függ, hogy hogy tudjuk a készségeiket fejleszteni, de egy-két év az mindenképp kell, hogy belerázódjanak. Tulajdonképpen az intézmény falain belül ezért is van kezdők hangversenye, ott egy picit bemelegítünk, és egy-két év után már színpadkészek. A mostani találkozón nem csupán a közönségnek, hanem a két tagú zsűrinek is zenéltek a diákok. A produkció egészét figyeljük a kollégával, tehát hogyan állnak föl a hangszerkezeléstől az összjátékig, a hozzáállás, a felkészültség, tehát sokféle szempont van, és mondom, én nagyon örülök annak, hogy nem rangsorolni kell, hanem mindenkinek a legjobb oldalát, a legerősebbik dolgát kell majd kiemelni, és esetleg arról még beszélgetni, hogy mi az, amit lehet javítani. Nem csak a növendékeknek, hanem a zenetanároknak is fontosak az ilyen találkozók, hiszen ekkor egymás munkáját is megismerhetik, de lehetőség van szakmai eszmecserére is. Harmadik alkalommal rendezi meg a Liszt Ferenc Zeneiskola dobszerdát. Óriási öröm számunkra, hogy a régióból a ütő tanárok itt tudnak találkozni, eszmét cserélni, és nagyon nagy örömmel jönnek hozzánk. 9 intézményből közel 60 nevezés érkezett erre a találkozóra, és örömmel mutatom be ezt a dobverőt. Minden kisgyermeknek kedveskedünk egy ilyen gravírozott dobverővel, melyet a Kaposvári Tankereti Központunk támogatott. A Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskolában rendezett programon dob, marimba, bongó és xilofon is megszólalt. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Tamásiban elfogadták a költségvetést, 5,7 milliárd forintból gazdálkodik a város. Lopni indultak végül, rablás lett belőle, a biztonsági őrre támadtak a tolvajok. Szemetet halmozott fel az udvarán, megkeseríti szomszédai életét a tolnamözsi férfi. Fontos a megelőzés, tavaly jelentősen emelkedett a szabadtéri tüzek száma. Pénteken többnyire felhős lesz az ég, elszórtan szitálás is előfordulhat, éjjel viszont csillagfényes égbolt várható, csapadék nem hullik. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!